Minden háborúban az emberi élet védelme és az erőszak megszüntetése az elsődleges. Nincs ezeknél fontosabb. Ezzel együtt látni kell, hogy a katonai konfliktusok a társadalmi és gazdasági következmények mellett a környezetre nézve is hatalmas terhelést jelentenek. Milyen környezeti következményekkel és klímahatásokkal járnak a háborúk? Erről beszélgetünk a következő percekben Szebenyi Péterrel, környezetmérnökkel, a Klímapolitikai Intézet zöld influencerével. Jó napot kívánok! Békés jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, illetve önnek is. Az emberek már az ókorban is háborúztak egymással, ugye a történelmet mindenki ismeri. Különösen hangzik, de a szakemberek szerint minden konfliktus magával hordozta a környezetváltozást már akkor is, tehát az első háborúktól kezdve. Mire kell gondolnunk? Ha visszagondolunk a történelem órákra, és ott minket is tanultunk legtöbb esetben háborúkat, ahogy különböző országok létrejöttek, vagy kivívták a szabadságukat, vagy éppen szemet vetettek egy területre, a háború történt, több olyan dologra is gondolhatunk, hogy most kimondottan nem csak a háborúra, hanem csak maga a háború megelőzésére különböző védvonalakat építettek, akár a rómaiak, a római limes, vagy akár a kínai nagyfal, ami mindig esetben környezet rombolással egybe volt kötve ez a tevékenység, ahogy ezek megépültek, létrejöttek. És egészen még emeltünk a keresztes háborúk is, illetve rengeteg akár a mai napig, mai korba is benyúló háborúba, vagy állandóan fennlévő konfliktusokba, amik többféle népek között vannak a világban. A katonai kiképzések, háborúk, talaj, lég, víz, vegyész, zajszennyezést okoznak a fegyverek, illetve a járművek használata miatt. Egyértelmű, hogy a háború hozzájárul a klímaváltozás hatásainak fokozásához, de mennyire? Itt elkezdhetnénk azt elemezni, megnézni azt, hogy hogyan is kezdődik, hogyan épül a hadipar fel, hogyan védi magát meg egy ország. Ahhoz ugye az kell, hogy legyenek felszereléseik, amiket ugye le kell gyártatni. De a gyártás előtt mondjuk nyersanyag kinyerése a talajból, a környezetből, a földből. És hogy ezek a folyamatok, a bányászat például komoly környezeti terheléssel jár, olyan anyagok szabadulhatnak fel a bányászat során, ami környezetet szennyezi. De ugyanez igaz a meglévő különböző elkészült termékek, hadi termékek, technológiák fenntartására is, az is komoly költségekbe kerül, illetve komoly környezeti károkat is okozhat. Itt csak gondoljunk bele abba, hogy rengeteg ilyen nagy hadi gépezet, egy tank mondjuk, mennyi üzemanyagot fogyaszthat, és annak az elkészítése milyen környezeti lábnyommal járhat. Tehát igazság szerint ezt hosszú távon fenntartani, magát a hadipart fenntartani komoly környezeti károkkal jár. Igaz, emellett megfigyelhető az a tendencia, hogy a hadipar is szépen elkezdett zöldülni, tehát odafigyelnek jobban arra, hogy olyan készülékek, olyan berendezések, olyan gépjárműveket hozzanak létre, amik úgymond fenntarthatóbbak. És akkor most konkrétan az orosz-ukrán háborúról. Lőszerek, veszélyes hulladék, üzemanyagszivárgás, zajhatások. Mekkora terhet jelent ez a háború a környezetre, és menjünk sorjában. Először a lőszerekről. A lőszer hulladékok nagy része ökológiai veszélyes kategóriába tartozik. Miért? Mit tartalmaz? Sokan nem tudják, de ugye rengeteg folyamat ugye történik a maga a hadászatban, és például ha csak a lőszerre gondolunk, ott van egyfajta fehér foszfor, ami ugye például ha egy puskát elsütnek, akkor az az anyag a lövedékkel együtt a levegőbe jut, ami nem csak a fegyver elsütő embert károsítja légutakon keresztül a tüdejét, hanem még az környéken lévő embereket is, és például ez is egy olyan fajta káros anyagforrás, amire sokan nem is gondolnak, hogy a fegyver elsütésével milyen anyagok kerülhetnek a golyón kívül még a levegőbe. De itt például, hogyha mondjuk felrobbantanak valami ipari üzemet, a tudósításokban láthatóak azok a hatalmas fekete füstök, rengeteg vegyi anyag kerül ilyenkor a légtérbe, ami helyszinten is nagyon mérgező, illetve regionális szinten is, nem csak a levegőbe kerülve, hanem akár talajba is, és a talajba akár hosszú évtizedekig ott lehet, és mérgezheti az ott élő embereket, az ott élő állatokat, tehát lényegében az ökoszisztémát, ami hosszú évekre fejti ki hatását. Az ENSZ becslése szerint a koszovói háború alatt közvetlenül a talajszennyezés 1000-2000 ember halálát okozhatta. A szomszédunkban zajló háborúnak is lehet ennyire súlyos következménye. Azért kérdezem, mert ugye utalt rá, hogy a bekövetkező robbanások miatt nagyon káros anyagok kerülnek a földbe, illetve a levegőbe. Mindenképpen, tehát ha csak egy orajfúró tornyt veszünk mintaként, ami egy hétig ég, az alatt az idő alatt, hát ilyen becslések szerint 100 000, 2000-es évek előtt gyártott dízelaktónak az egyéves kibocsátását jelentheti.
Tehát, hogyha ebbe belegondolunk, ez csak egy adat, de rengeteg más hasonló eset történik, akár most itt Ukrajnában, ami ott helyszínten regionálisan hosszú évekre kifejezhetik káros hatásait. A hagyományos fegyverekről beszélgettünk, és ha már fegyverek, akkor meg kell említenünk az első világháborúban és Vietnámban széles körben alkalmazott vegyi és biológiai fegyvereket is. Hogyan hatott ez a környezetünkre? Nem lehet rá jó szót mondani, mint hogy negatívan, nagyon-nagyon károsan, ami későbbiekben a hosszú távon értelmezve az emberekre olyan hatást gyakorolhatott, hogy különböző betegségeket kaptak el, vagy lettek betegek, daganatos, rákos megbetegedéseket, ami ugye a vegyi anyagok koncentrációja a talajban, vagy a csapvízben, vagy az ihatónak nevezhető vízben megtalálható is, ugye elfogyasztottak. Itt akár az élelmezésre is kifejti a káros hatását, és ezek után ezeket elfogyasztva ugye az emberek, illetve az ott élő élővilág is megbetegedett. És akkor vissza a szomszédunkban zajló háborúhoz. A szakemberek szerint jelentős vízszennyezések történtek már eddig is, és történnek folyamatosan. Ez lokális vagy regionális problémát okoz, illetve okozhat? Elsősorban helyszíntű, tehát lokális problémát okozhat. A vízfolyások miatt koncentráció szempontjából elosztva, de kifejti hatását távolabbi pontokon is. Ha csak arra gondolunk, hogy a mikroanyag kérdése, ami nem a háború okozta elsősorban, mikroműanyag kérdése, Dunán lefolyik egy műanyagpalack, és eljut a tengerre, ahol felaprózódik, és mikroműanyag lesz belőle. Tehát lényegében, ha ebbe belegondolunk, akkor lényegében az összes vízfolyás, vagy víz történet, az mind olyan, hogy egy csatorna jelleggel lefolyik adott térségből, és akkor igazság szerint, ahova a víz elfolyik, oda szennyezi is azt. A szárazföldeken a konfliktusok során az aknák, a kazettás bombák és más robbóanyagok, maradványok milyen kárt okozhatnak? Ugye, hogyha a bombák, aknák működőképesek maradnak, véletlenül valaki erre ugye rálép, akkor ugye testi sérülés vagy az életébe is kerülhet. Emellett, hogyha ezeket nem semmisítik meg, akkor ugye bárkire bármikor veszélyt jelenthetnek, de ha megsemmisítik, akkor megfelelő helyre vihetik és ott felrobbantják. Illetve ha adott esetben van olyan mód arra, hogy úgy semlegesítsék, hogy szétszedik, és elemeiben újra hasznosíthatják. A háború során a lakóhelyüket elhagyni kényszerülő emberek elvándorlása milyen környezeti lábnyomot hagyhat maga után? Erről nagyon ritkán beszélünk. Igen, ez egy nagyon jó kérdés, mivel azért is, mert hogy ilyenkor az emberek többsége, ugye, ahogy menekül, minden lehetőséget megragad arra, hogy minél gyorsabban elhagyja a veszélyeztetett zónát, vagy akár az országát, ahol korábban élt. Igazság szerint itt hagyományos tömegközlekedési eszközökön kívül, személyautókon kívül, igazság szerint ez egy, nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, de lényegében, ha a leggyorsabb utat választják az emberek, ilyenkor nem tudnak azzal foglalkozni, hogy most mennyire zöld az utazás, és én úgy látom, hogy igazság szerint egy hagyományos utazással egy hasonló nagyságú lehet, de a nagy tömegben nagyon sok ember hirtelen teszi ezt meg, annak ugye van környezeti lábnyoma, látható környezeti lábnyoma, ami különböző műszerekkel mérhetőek. Tehát mindenképpen megemelkedik az ilyenkor kibocsátott szennyezőanyag mértéke a közlekedésben mindenképpen. Nagyon szépen köszönöm a segítséget az elmúlt percekben Szemenyi Péterrel, környezetmérnökkel, a Klimapolitikai Intézet zöld influencével beszélgettünk arról, hogy milyen környezeti következményekkel és klímahatásokkal járnak a háborúk, és konkrétan kitértünk az orosz-ukrán háborúra, konfliktusra. Köszönöm szépen önnek, további szép napot kívánok, viszonthallásra! Viszonthallásra, köszönöm a lehetőséget!